Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Eurojet csapata nevében. Az alábbi videó bejegyzésünkben a Helyem Textil kiállítást próbáljuk nektek közelebbről megmutatni. Először is felmerülhet kérdésként, hogy mit is keresünk mi a Helyem Textil kiállításon, miért is lehet érdekes ez a mi szakmánknak. A tavalyi Semmitök rendezvényünk egyik fő mottoja az volt, hogy hogyan is törhetünk ki a papír, vinil, ponyva, bermuda háromszögből, és erre az egyik megoldás mi szerintünk a belső építészet. De a belső építész alatt nem csak a tapétákra gondolunk, hanem akár a nyomtatható textíliákra is. Remélhetőleg ezen a kiállításon ezekből fogunk látni új innovációkat, és a következőkben pedig megkérdezzük a kollégákat, hogy ők mit várnak a idei Helyem Textil kiállítástól. Henny, mit vársz az első Helyem Textilettől? Sok rongyot, nagyon szép textileket. Szabolcs, mit vársz az első Helyem Textilettől? 2700 kiállító van, 67 000 látogatója volt tavaly a kiállításnak, ami azt is jelent, hogy egy picit nagyobb kiállítás lehet, mint mondjuk a Festpa szokott lenni. Én inspirációra számítok, vagy azt keresem, illetve azokat a ötleteket, vagy analógiákat, amiket más iparágból át lehet emelni a miénkbe. Mind a mellett, hogy van azért egy átfedés a textilipar, meg a digitális nyomtatás között. Úgyhogy nagyjából ennyit. És egy picit melegebb időjárást. Találkozunk még. Sziasztok!